Léránt két gólt is ütött az első harmadban, így 3-1-es vezetéssel vonulhattak pihenőre a dunajvárosi Acél Bikák jégkorongozói a Magyar Kupa idei kiírásának első mérkőzésén, amelyen hazai pályán a Ferencváros ellen korcsolyáztak jégre Lee Gilbert tanítványai. Az első pihenő után a második és harmadik harmad inkább a vendég Ferencvárosnak sikerült jobban, hiszen míg az Acél Bikáknak nem sikerült újabb gólt szerezni, a zöldfehérek egymás után négyszer is bevették Dusek kapuját. Végül a fővárosiak örülhettek 5-3-as győzelemnek a Magyar Kupa első fordulójában. A két gólt szerző Léránt René elmondása szerint vereségüknek több oka is volt. El is fáradtunk, és igazániból az ott a legnagyobb probléma, hogy már egy hónapja nem játszottunk, mint ét mérkőzés. Az ellenfelünk az play-offból érkezett, jobban rá volt állva a mérkőzésre. Tőlünk húzójátékosok távoztak, légiósok, több légiós, fiatal csapat álltunk, így tudtunk játszani. A DAB másodedzője Strenk Hunor elmondta, a Magyar Kupa mérkőzései jó alkalmak arra, hogy a fiatal játékosok tapasztalatot, rutint szerezzenek. Az a lényeg, hogy a fiatalok fejlődjenek, ugye most be vannak dobva a mély vízbe, van egy-két játékos, aki talán kevesebbet játszott a MOL-liga alapszakaszában, most azok a játékosok is kulcs szerepben vagy kulcs pozícióban szerepelnek, ez egy kiváló alkalom nekik a fejlődésre, úgyhogy nekik szeretnénk lehetőséget biztosítani erre. Lee Gilbert, a DAB vezetőedzője a vereség ellenére is kiemelt néhány pozitívumot értékelésében. A harmadik harmadban is voltak lehetőségeink, ami igazolja, hogy az edzéseken jó munkát végeztünk, hiszen a végére sem fáradtak el a fiúk. Dolgozunk tovább abban bízva, hogy a továbbiakban háromharmadon át eredményesek leszünk. A Magyar Kupa következő fordulójában az Újpest együttesét fogadják az Acél Bikák szombaton este 17:00-tól a Dunajvárosi Jégcsarnokban.